Tegnapi napon három önkormányzat vezetője, Tarlós István, Szita Károly és jó magam megállapodást kötött a belügyminiszter úrral, hogy két részletben a jelenlegi szolgálatot teljesítő tűzoltóknak az elmaradt túlóra pénzét természetesen a bíróság által meghatározott kamatokkal együtt két részletben ki fogjuk fizetni, és ez egyelőleg belügyminiszter úr ígéretet tett arra, hogy nem ebben az évben, de jövőre mindenképpen az önkormányzatokat kárpótolni fogja. Ezen szerintem nemes gesztus miatt. Jelen pillanatban nem beszéltünk még azon tűzoltókról, akik már nincsenek állományba. Én úgy gondolom, hogy a belügyminisztérium előbb-utóbb ezt is meg fogja oldani. Mennyi tűzoltót jelent itt Győrben, és mekkora ez az összeg, amit most majd megkapnak? Azért azt ne felejtsük el, hogy Győr városa már az elmúlt időszakban is több mint 14 millió forintot fizetett ki és adott támogatásként oda a tűzoltóknak, és ez az összeg összességében több mint 60 millió forint az eredeti nettó összeg, amiről beszélünk, de ebben természetesen benne vannak a már nem szolgáltat teljesítő egykori tűzoltók is. Úgy számoljuk mi körülbelül, hogy még egy 14-15 millió forint ebben az évben, ami a költségvetésünket ezáltal majd terhelni fogja. De ahogy említettem, ezt a pénzt vissza fogjuk kapni. Tűzoltók, ezt meg lehet becsülni, hogy mennyi tűzoltót érint ez, Győr? Nem, pontosan nem tudom ezt a számot, a végösszeget tudtam, és azt tudom, hogy még mennyit kell körülbelül fizetnünk, ezt pontosan nem tudom, hogy mennyi tűzoltót érint. Mikor kapják meg várhatóan ezt a pénzösszeget, vagy mire ezt számolhatnak? Jó, két részletben, ahogy említettem, az egyik részlet az most, közel jövőben történik meg ennek az átutalása, a másik részlet pedig október környékén történik meg ennek a kifizetése. Egy közös gondolkodással effektíve megkerestek, és megkérdezték azt, hogy hajlandó lennék-e egyáltalán ezzel kapcsolatban tárgyalni. Én úgy gondoltam, hogy mindenképpen, mivel a tűzoltóság Győr városában létezik és van, és azok a kollégák nap mint nap nagyon kemény munkával teszik a dolgokat, és védenek minket, és katasztrófa esetén ott vannak minden körülmények között. Segítjük ezáltal egyrészt a belügyminisztériumot, mivel most jelenlegi költségvetése nem teszi lehetővé azt, hogy ki tudja fizetni. Összefogtunk, és mi városvezetők úgy döntöttünk, nem tudom, hogy a többiek csatlakoznak-e hozzánk, de az biztos, hogy mi hárman ezt a gesztust megtettük. Ezt jól értelmeztem, hogy Győr önkormányzat költségvetését terheli ez a most kifizetendő összeg. Ez teljesen jól, igen, így van. Ez a jelenlegi összeg kifizetése, az most ebben az évben Győr költségvetését fogja terhelni.